Sziasztok, én Elek Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek sorsnapot szeretnék kívánni. Mit is jelenthetne a keddi videó, hogyha nem üzenetes keddet, és a bátya most így a címünk alapján egy extra durva üzenetes sztorit hozott el nektek, ugyanis képzeljétek el, az a címünk, hogy apukám egy nagyon mocskos snapet küldött nekem. Mégis miben fogunk itt belecsöppen, és mi lesz ez az egész? De csak nem olyat küldött neki, ugye? Kérlek, mondjátok, hogy nem olyat. Vagy hogyha olyat, akkor kérlek, mondjátok, hogy nem fogja megnyitni. Hát de ezt majd most ki fogjuk deríteni, szóval akkor kezdjünk is bele. Mégis mi ez a meglepődött fej a háttérképén? Mégis mit láthatott, amitől ennyire meglepődött? Hát remélhetőleg mi azt nem fogjuk látni, na de akkor írt is neki az apja Snapchaten, majd pedig kapott tőle egy snapet. De figyelj oda, bitmojia is van, meg minden. És ilyet ír neki, hogy not safe for work, de ez amúgy anyád. Az elején lévő kis rövidítés az azt jelenti, hogy amit küldött neki, azt egyedül nyisd meg, ne pedig mások előtt, mivel olyan tartalma van annak a képnek, általában ezt nuccoknál szokták használni, szóval most komolyan elküldte a gyerekének az édesanyját mesztelenül. Tudja, hogy nem, itt valami trollkodás lesz. Mégis mi ez? Küld még egy képet! Ne csináld ezt velem. Ez pedig a tesód. Mi ez az egész? Apa, fejezd be! Te mégis mit csinálsz? What are you doing? Jaj, de jó, hogy ezt nem folytattam. Szükségem van a véleményedre. Melyik videó tetszik neked jobban? Mégis milyen videókat küldhetett, de amúgy ezt az egészet csak mi látjuk bele, meg nem is biztos, hogy az édesapa küldte ezeket. Lehetséges, hogy valaki ellopta a telefonját és trollkodik, meg amúgy ez még nem jelent semmit. Hogy odaírta elé, hogy not safe for work, érted? Lehetséges, hogy csak valamilyen előnytelen videó az édesanyjáról, meg a testvéréről. Tudja, hogy nem lesz itt semmi olyan? Én nem nyitom meg ezeket! És milyen? Jó, hát teszed. A telefonnak a tulaja nagyon, de nagyon azt hiszi, hogy valami mocskos videót küldött neki az apja. Hát szerintem pedig anyád jobban néz ki, mint a bátyád. Ez annyira undorító. Megnézted őket? Nem nézte meg. Nem! Hát de nyisd már meg! Csak egy másodpercet betellik. Biztos, hogy nem fogom megnyitni. Sosem fogom megnyitni ezeket. Mégis miért nem? De félreérti ezt az egészet. Tudja, hogy csak valami cink videók. Komolyan? Nagyon, de nagyon titkos videók, amiket senkinek sem kéne látnia. Tudja, hogy az apuka csak rosszul használja azt a rövidítést. 100% hogy nem mesztelen képek azok, vagy mesztelen videók. Teljesen azok. Ne mutasd meg senkinek. Anyukád nagyon, de nagyon... égő rajta. Azt hiszi magáról, hogy ez baromira kínos. Íííí! Ne legyél már ilyen éretlen. De mégis miért küldesz nekem pucér képeket, apa? Most amúgy azon gondolkozok, inkább nem mondom, ezt inkább nem mondom, mert valaki képes lesz megcsinálni. Ezek nem képek, hanem videók. Hát az akkor még annál is rosszabb. Komolyan? Inkább a képeket szeretett videók helyett. Tudod, mindjárt jön nagy lelki apuka, hogy nyugi, vannak képeim is, vagy valami. Ne csináld ezt velem, és kajak beadja, hogy tudok küldeni képeket is. Ne, apa!
Ne küldj nekem semmit! No, akkor ne legyél már rossz arc, és nyisd már meg őket! Mégis miért nem mondod el nekünk, hogy ki néz ki jobban? Nekünk? Igen! Én azt mondom, hogy anyád néz ki jobban, de a nővéred azt mondja, hogy a bátyád. Csóri, telefon tulaja, most azt hiszi, hogy már a nővére látta az anyjáról, illetve a bátyjáról a pucér videókat, de közben tudja, hogy nincsen semmilyen pucér videó, csak félreérted. Te elküldted ezeket Alice-nek. És időközben írt neki a nővére, hogy így őszintén szólva én mindkettő videót utáltam. Az apja megírja, hogy igen, elküldtem neki. Szóval most már csak neked kell szavaznod. Ez az egész annyira furcsa, apa. Te most komolyan nem nyitod meg őket? Isten ments, hogy én megnyissam! Én nem fogok pucér képeket nézni a családomról, és nem fogom eldönteni, hogy mégis ki néz ki jobban. Pucér képek? Az apuka nem érti. Tudtam én, hogy itt valamilyen félreértés lesz. Ennyi üzenetes sztori után azért már minket nem tudnak olyan könnyen átverni. Mégis ki mondta, hogy ők mesztelenek? Ők csak debelnek. Te is mindig szoktál. Hát én azt hittem. Jaj, de kínos az egész, hogy mennyire félreértették egymást. Na de most feljebb görget, és nagy eséllyel meg fogja nyitni, és tudjátok, igazából az apuka kajak pucérképeket küldött volna, csak ez volt a csel, és az lenne a fordulat. De csak nem. Na de akkor nézzük is a videót. Hallod? Ez komolyan baromira kínos. Na mindegy, tegyünk úgy, mintha nem láttunk volna semmit. Bam! Hogy nyomta a tesója? Na és most akkor szavaz! Apa? Te mégis mit hiszel, hogy a Not Safe for Work mégis mit jelent? Hát, az apuka baromira nem ismeri azt a rövidítést ezek szerint. Én nem vagyok olyan öreg. Ó, el kell, hogy keserítselek, uram. Legalább akkor keresnél rá a neten, vagy valami. Úristen, apa! Az nem azt jelenti. Az azt jelenti, hogy not safe for work. Nem érti egyszerűen. Ó, Istenem! Most esett le neki. Te komolyan azt hitted, hogy én olyanokat fogok neked küldeni? Hát eléggé gyanús volt, figyelj! Igen. Anyukádról, illetve a bátyádról. Igen. Trollkodik, és benyom egy ilyet. Hogy ilyet? És kajak küldene valami nudot. Kiéget engem. Mekkora tag már az öreg? De mégis mit küldhetett? Apa, mégis mi ez? Ez a csávó egyszerűen egy legenda. És akkor itt ért véget ez a történetünk. Hát azért én számítottam rá, hogy csak nem fog olyat küldeni, bár azért így a vége fele meglepett, és tudjátok, mekkora lett volna, hogyha kajakra küldött volna valami olyat, mert mindenki arra számít, hogy nem. De közben mégis, és pont ez lett volna a csavar. Na de akkor
ennyi is lett volna ez a videó. Nagyon, de nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy hatalmas nagy lájkot a Facebook, illetve az Instagram oldal, meg a gameplay csatornám, meg a webshopom is. Ott van lent a leírásban. Hogyha még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg. És akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem. Már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan. Addig is, szevasztok!